A szükség és a lehetőség biztosítása miatt hoztuk létre a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyerekkórházában azt a programot, amit mi HUBA programnak nevezzünk el, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy nagyon nagy szükségünk van asszisztensekre, jó asszisztensekre, lelkileg elkötelezett, odafigyelő emberekre és műtős fiúkra, mert ezek nagy hiányok, és a műtői kapacitások biztosításához és a sebészetünkön különösen a járóbeteg kapacitások megfelelő betegforgalomhoz nagyon szükségesek. Megszólítottunk gimnáziumokat, hogy azokat az elsősorban fiúkat, hiszen műtősöknek ő rájuk volt elsősorban szükség, találják meg, akiket nem vettek fel az orvosegyetemre, de jelentkeztek. Nekik ez egy nagy lehetőség, hogy egy kórházban dolgozhatnak, megtanítjuk őket módszeresen, rendes oktató programmal arra, hogy hogyan is kell a műtőben és az ambulancián mozogni, viselkedni. Ez tapasztalat lesz nekik a pályaválasztásukhoz és a későbbi tanulmányaikhoz. Nekünk pedig ezek a srácok hatalmas segítséget jelentettek. Már gyakorlatilag egy ilyen pályaorientációs tapasztalatot tud szerezni, kicsit tisztázza a hivatását, tisztázza azt, hogy valójában érdekli ez a téma, érdekli ez a terület, tudna ebbe dolgozni, és azt gondolom, hogy itt úgy kerül bele ebbe az egészbe, hogy saját bőrén tudja ezt megtapasztalni, illetve az új felvételi rendszerben pedig 1000 letöltött munkaóra után 20 plusz pontot lehet erre kapni. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerkedhettek az egészségügyel, illetve pontot is kaptuk érte, és talán a következő évben nagyobb sikerrel tudtok a felvételin szerepelni. Számomra a Betesdában dolgozni az mindig egy felüdülés volt, már 8 hónapja vagyok itt, és amikor ide kerültem a Betesdába, az első pár hónapom arról szólt, hogy inkább megfigyelem azt, hogy itt az ambulancián, mint segédasszisztens, miben is tudom kivenni a részem, az orvosoknak milyen különböző szokásai vannak. Nagyon jó azt látni, hogy minden orvos kicsit más, mindenkinek más, hogy lehet segíteni, akár a kötözésben, akár a gipsz felhelyezésben is, valamint elkísérni a betegeket különböző képalkotó vizsgálatokra, vagy sebészeti osztályra felkísérni őket, vagy akár adminisztratív munkában is kivenni a részemet. Ha egy évet kihagynál a gimi után, vagy nem vettek fel az orvosibra, és szeretnél az egészségügyben értelmes, hasznos munkát végezni jó közösségben, akkor várunk a Betesdába szeretettel.